Október hónap a közlekedésnek, a közlekedésbiztonságnak szenteltetett. Ennek érdekében a Városi Közlekedésbiztonsági Tanács tagjai a Szakmunkásképző Intézet udvarán tartottak helyszíni ülést, ahol a tanácselnök új, ifjúsági célokat szolgáló Kressz oktatóparkot avatott fel. Hogyan született az ötlet, hogy ezt a közlekedési parkot nálunk meg kéne valósítani? Ezt a pályát annak alapján hoztuk létre, és úgy kezdtük el csinálni, hogy gyakran jártunk versenyre Szekszárdra, Szekszárd környékére, ahol valamilyen helyezéseket általában elértünk. Kezdetben építettünk itt ezen a helyen egy kis parkot, és utána felfedeztük, hogy van nekünk itt egy nagy területünk, és itt építettük meg ezt a pályát. Közösen közlekedésbiztonsági tanácsok karöltve kezdtük, terveztük, kezdeményeztük, és ebből állt össze. Hány vállalati intézmény vett részt az építésben, a kivitelezésben? Ennek a kivitelezésében segítségben 13 vállalat vett részt, a környék szinte összes vállalata, ugyanakkor a társadalmi munkában a kézi munkát, tehát a lapáttal történik kézi munkát, amit tanulni csinálták. Gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez egy zárt területen, a szakmunkásképző iskola területén van, ezt azért igénybe vehetik általános iskolák, más oktatási intézmények is. Egyértelműen, sőt, nagyon úgy szeretnénk, hogy minden egyes általános iskola, minden középiskola, sőt, óvodák ide jöjjenek, ezt jeleztük is kint egy táblával. Bármikor bárki eljöhet, csak egy kérésünk van, hogyha csoportok jönnek, vagy egyén gyerekek jönnek, mindig kísérő jön velük. Tehát kísérő, aki odafigyel rájuk, mert iskolánk nem tudja biztosítani az állandó felügyeletet, kísérővel bárki bármikor eljöhet.